hidrogénperoxid kétfajta bontását fogjuk megnézni, kétfajta katalizátorral. A katalizátorok olyan anyagok, amelyek meggyorsítják a kémiai reakciót, alacsonyabb aktiválási energiájuk révén. Hidrogénperoxidot öntök két mérőbombába. És először nézzük meg, hogy mangándioxiddal, kis mangándioxidot teszek bele, mangándioxiddal, hogy néz ki a reakció. Tehát egy kicsit mangándioxidot teszek hozzá. Lehet látni, hogy élénk gázfejlődés történik, és olyan élénk, hogy ki is fröcsköl közben. A gőzökből ugye lehet látni, erős exotérm reakció mellett, hogy a vízköz, illetve oxigén távozik. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen heves reakció. És nézzük meg, hogy kálium permanganattal hogyan történik. Most a másik végét fogom használni ennek a kis eszköznek. Kálium permanganátot teszünk bele. Lehet látni, hogy a kálium permanganáttal sokkal hevesebb és gyorsabb a reakció. Ezek szerint a katalizátorok eltérhetnek abban is, hogy bár gyorsítják a reakciót, de vannak olyan katalizátorok, amelyek jobban meggyorsítják. Kálium permanganáttal, tehát illetve a mangándioxiddal, hidrogénperoxidot bontottunk, oxigénre, illetve vízre.